felavatták az uniós forrásokból és részben önerőből felújított Mihály polgármesteri hivatalt. A napokban tartott ünnepségen elhangzott, sikeres pályázatoknak köszönhetően több más fejlesztés is megvalósult a közelmúltban a településen. Az épületen mielőtt elkezdődött volna maga az energetikai felújítás, évek óta spóroltunk már rá, hogy a tetőszerkezetünk rendben legyen. 4,5 millióba került, amit önerőből, 100%-os önerőből megoldottunk. Ezen kívül egy közel 700-750 ezer forintos talajvízszigetelést hajtottunk végre az épületen, ami egy lemezzel való szigetelés jelent. Gyakorlatilag körbe lemezeltettük az egész épület alját, és úgy indultunk neki ennek a pályázatnak. Ugye nem akartunk egy régi idős épületet úgy hőenergetikailag becsomagolni, hogy a nedvesség benn maradjon. Ezt követően kapott az épület egy 16 centis szigetelést, a födém szerkezetben kapott egy 20 centis szigetelést, a pince részen egy 10 centiset, valamint megcsináltuk a mozgáskorlátozott feljárót, mozgáskorlátozott WC-t, mosdót alakítottunk ki, illetve az épületen az összes nyílászáró és kültéri ajtó cserélve lett. Nagyon röviden az egy évben, most így visszamenőleg pár hete épített, illetve került kiépítésre az urnafal. A belterület utak, járdák felújítása jelenleg is folyamatban van, a település központjával már végeztünk. Jövő héten szerdán csütörtökön végeznek egy 430 méteres járdának az aszfaltozását. A külterület utak rendbetételével kapcsolatos géppályázatunk, ahogy említettem, a megnyitókor valószínűleg csak február végéig tudja az importőr szállítani a vadonatúj traktort, illetve hozzátartozó vontatmányokat, valamint az elmúlt egy éven belül vagyunk még az emlékmű átadással, illetve egy pici távlatról, de közvilágítás, korszerűsítést is befejeztük már a településen. Az elmúlt időszakban számtalan olyan településen tudtam járni, és szerintem nagyon-nagyon sokan voltunk így, akik egy-egy ilyen ünnepségre el tudtak menni. Tehát olyan helyen jártam, ahol ünnepséget szerveztek egy megújítás, egy felújítás kapcsán, és minden alkalommal, amikor polgármester urakat vagy hölgyeket hallgattam, akkor elmondták, hogy nem csak az éppen aktuális átadásra váró fejlesztés valósult meg, hanem az elmúlt időszakban számtalan kisebb, nagyobb fejlesztést tudtak véghez vinni. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban nem csak Európai Uniós forrás volt arra, hogy a vidéket fejlesztjük, a falvakat fejleszteni tudják az ott élő emberek, hanem miután a gazdaság jól működik, a magyar emberek munkája eredményeképpen hazai forrásból nagyon-nagyon sok pénzt tudtak fordítani a falvak különböző fejlesztésekre, járdafelújításokra, emlékművek megújítására, hivatali, orvosi létesítményeknek a megszépítésére, felújítására. És ez azért fontos a kormányzatnak, mert szeretnénk erősíteni a kistelepülések lélekmegtartó erejét. Szeretnénk azt, hogy a falvak ne ürüljenek ki, jól érezzék az ott élő emberek magukat, megkapják azokat a lehetőségeket, vagy közel azokat a lehetőségeket, mint a városban élő emberek, iskola, orvosi ellátás tekintetében a buszközlekedés megfelelő legyen. Ez egy nagyon hosszú és nagyon erős, kemény munka, de azt hiszem, hogy lépésről lépésre tudunk előre menni, és ennek az egyik ilyen jele Mihály-dón a mai nap folyamán mutatkozik meg a hivatal felújításával, ahol bár most egy energetikai megújításon vagyunk látszólag, és a meghívó szerint itt, de ahogy polgármester úrral beszélgettünk, és ahogy a köszöntőjében is elmondta, az elmúlt két évben Mihály-dón körülbelül 6-7 olyan felújítás, beruházás valósult meg, amelyek az itt élő embereknek a kényelmét szolgálja, és ha szolgálja, akkor szolgálja azt a bizonyos lélek megtartó erőt, ami ezt a községet is összetartja, az itt élő közösséget is összetartja.